Na már itt is vagyok, és remélem, hogy hamarosan csatlakozik Golovin Vladimir is. Picike technikai elakadás volt itt az első percekben, reméljük, hogy ez gyorsan orvoslásra kerül, és már is tudunk majd beszélgetni Vovával. És azt hiszem, hogy ez néhány pillanat is fog történni, mert most már legalább a listában látom, és azt hiszem, hogy hamarosan mindenki látni fogja, nem csak a nevét az MTK-nak, hanem magát, az MTK szakvezetőjét, vezetőedzőjét is, Golovin Vladimirt. Most már elméletileg csak egy kattintásra várunk. Szia, Vova! Örülök, hogy itt vagy. Hogy tetszik az Instagram? Hát most ismerkedek ezért vele, de végül is hát 4 percet késtünk. Nem késted. Azt mondtad, itt voltál, csak nem jött össze a dolog, de reméljük, hogy ezt megbocsátja mindenki. Vova, nagyon sok mindenről szeretnék veled beszélni, de azt hiszem, hogy a te esetedben, vagy a ti esetetekben is az első és legfontosabb, hogy hogy vagytok, mert azért nálatok még sűrűbb hetek vannak, mint máshol. Hát megvagyunk, köszönöm. Hát igen, sűrű a hetek. Igazából most, igen, várunk már második gyereket, és akkor itt napról napra egyre közelebb, és ha minden igaz, az június 26. Hát várunk ezt a nagy napot, igen. És ki bírja nehezebben, Léna vagy te? Ki támogat ki? Hát nem, szerintem inkább én. A Léna elég szépen megoldja ezeket a dolgokat, meg nagyon mozgékony a gyerek ezért. Az elsőkhoz képest egy, nem tudom, valami maratonfutó lesz, ez folyamatosan fut be, de minden, csak egészséges legyen. Hogyan telt összességében a karantén időszak? A ti esetetek azért még speciálisabb, amikor tetőzött a dolog, vagy amikor talán a, hát nem is pánik hangulat, de a veszélyérzet a legmagasabb volt, akkor nálatok ez hogyan nézett ki? Összességében a hétköznapok hogyan teltek így a terhesség alatt a nehezebb időszakban? Hát figyelj, az biztos, hogy mindenki megviselt, meg minket is. Jó, hála Istennek voltunk, van egy kis kertünk, és akkor kint tudtunk lenni. Azt az enyért nem zavart. Igen, anyagbeszerzés, ez csak rám volt hárulva. Én szaladgáltam, persze, hogy vigyáztam. Még nálunk volt, meg lányunk is, vagy lányom. Az meg közben meg is műtöttek, megcsináltak rajta a koronavírus tesztet, és az negatív lett, akkor örültünk, hogy mi se betegek, de hát figyelj, biztos, hogy mindenkit megviselt mindenféleképpen, de hála Istennek úgy néz ki, hogy ez már vége, és elindul egy normál civil élet. Az elmúlt mondjuk 3 hónapban mennyit és hogyan foglalkoztál a kézilabdával? Hát sokat. Azért program összehallítása, megnéztem a tévében meccseket, videókat próbáltam, saját meccsei, BL meccsei. Hát valahogy az ember próbál fejlődni, azért az, ha ragadunk egy helyen, akkor nem jutunk sehova. És te már találkoztál a játékosaiddal edzés körülmények között? Edzetek? Vagy edzettetek? Igen. És milyen állapotban van? Figyelj, június 2-a, akkor kinyílt a tromos, és akkor be tudtunk menni. Jó, persze, hogy szigorított dolgok mellett, de akkor is. És a lányok is élveztek meg, én is nagyon. Azért 2,5 hónapon nem is találkoztunk, meg egy is sem vezényeltem. Bármennyire megírod a programot, oké. És az aranyosak voltak, az meg is csináltak, ezért tudtunk ellenőrizni, de amúgy a labdás edzések mindenféleképpen hiányoztak, meg maga a társaság. Ez amikor téged valahonnan kivesznek, akkor biztos hiányérzése van, és mondom, az a 2 hét, most 2 héten keresztül közösen napi egy edzésünk volt. Jó, és az, amit meg kérdeztél, hogy alapot, hát figyelj, fizikálisan egy kicsit gyengébb voltak inkább, csak azért, hogy a kondi programokat bármennyire megcsináltak, de az nem kondi termi, azt ott látszott, de futás közben az nem, a labdás gyakorlatok így, hogy jó ütközések nélkül, hát a pontosság volt, egy kicsit megváltozott a lövőtechnika, de így nem éreztem, hogy ez ennyire gáz. Én azt mondtam itt az élő elején, hogy viszonylag nagy
csönd van az MTK környékén, amit sok csapat nem mondhat el magáról. Most nem akarok itt nagyon belemenni sem azért, de ugye a Dunaújvárosnál is sok minden történt, és összességében nagy a jövésmenés. Most nálatok is vannak távozók, vannak érkezők értelemszerűen, de ugye összességében olyan nagy nyugalmat sugároz most ez a csönd az MTK részéről. Hogyan néz ki most a klub, akár a háttere, akár a felkészülés, vagy az elképzelések a következő szezonra, vagy akár ha előrébb nézünk mondjuk 2-3 évvel, ez mennyire van így rendben, és mennyire néz ki jól számodra? Hát te jól néz ki, ahogy mondod. Igen, persze, hogy itt azt a koronavírus miatt meg voltak levonások, mint a bármilyen más csapatban, az egyértelműen, azzal nincs semmi bajunk. Stabilnak érezzem, azért bármennyire már így nem találkoztunk, de telefonkapcsolatokkal minden beszéltünk, mindenféleképpen jövőt építünk, és az MTK Budapest, az a kézilabda szakasztályt próbál mindenféleképpen menedzselni, azért az utolsó jó csonka év eléggé jó sikerült, és mindenféleképpen minden támogatást kapunk, hogy jövőbe is ugyanolyan vagy jobb teljesítmény vagy eredményt tudunk majd elérni. Olyan fura ez az MTK abból a szempontból, hogy azért már az elmúlt jó néhány évben jó játékosok vannak, jó edzői stáb van a te vezetéseddel, és vannak meglepetés eredmények, de vannak-e merész álmok azzal kapcsolatban, hogy mondjuk elmozdulni a középmezőny elejétől, mert ennél sokkal erőrébb még nem merészkedett az MTK, és nem tudom, hogy akar-e, tudna-e merészkedni. Mik azok az elképzelések, amelyek mondjuk a legmesszebb mutatnak a ti és a szakosztály elképzelésében? Hát vannak álmaink egyértelműen, no. Már nem akarunk maradni ott, ahol vagyunk, azért az ember azért dolgozik, hogy felügyön és lépjen előre. Vannak tervek egyértelműen, és rövid meg hosszú távú is. Az első terv az egyetlen, ami a saját csarnok. Az, amikor megvalósul, akkor sokkal egyszerűbb dolgunk lesz, akkor sokkal egyszerűbb meg feltölteni, megerősíteni szurkolótábor, és igen, és valahogy a nemzetközi kupa felé szeretnék meg egy pár éven belül oda kerülni, de mondom, az a saját csarnok, ez nagyon sokat majd fog lendítani ezen a csapaton, és ahogy mondtad, persze, hogy nagyon sokat hát itt vagyunk, jó játékosok vannak, jó vannak olyan eredmények, a néha meglepetés van, még negatív, pozitív, mert bízom benne, hogy következő szezonban sokkal több pozitív, mint negatív eredmény lesz, de nem, építkezünk, és mondom, az nem csak következő időszakról szól, következő évről, hanem még 2-3, és tovább bízom benne, hogy továbbra is, és mindenféleképpen én így kerültem az MTK Budapesthez, hogy össze kellett állítani egy anyagot, hogy mi irány, milyen irányba megyünk, és akkor is ott nagyon sokat foglalkoztunk a utánpótlással, és mindenféleképpen utánpótlásbázis akarunk megerősíteni, de te is tudod, ehhez idő kell. Hogyan lehetne megfogalmazni az MTK akár átigazolási, akár játékos politikáját, mert mondjuk az első néhány NB1-es évben azt tapasztalattuk, hogy leginkább azok kapnak lehetőséget mondjuk a fiatalok közül, a Ferencvárosból, akik még akkor nem fértek be az első csapatba, hogy nem is kell nagyon messzire visszaemlékezni, elég, hogyha Háfra Noémi nevét említjük, aki játszott ott, Tóth Nikit is mondhatjuk. Most pedig azért jönnek a rutinosabb játékosok is, megkezdve Szőlősi Zelcsik Szandrától, Azari Fruzsitól, most már jön Szekerci Stuca, Pelcéder Orsolya, akik már azért nem a fiatal játékosok közé tartoznak, hanem a rutint és a tapasztalatot jelentik. Összességében ez is annak köszönhető, hogy mennétek egy szinten feljebb? Figyelj, nem változott amúgy az a politika. Utánpótlás játékosoknak is adunk lehetőség mindenféleképpen, de az nem szerencsés, véleményem szerint csak utánpótlás játékosok játszanak. Kell valaki még rutinos, ami majd segíti a fejlődésbe egy jó szóval, egy valamivel, hogy nem csak edző tanítja. Biztos adja az irány, de a maga közösség, a társaság, a rutin tudja, hogy milyen szituációban mit kell tenni mérkőzésen belül, és az lehet, hogy nem nekem, hanem az Álcsik Szandrának, majd a Paltamárának a adott szituáció mérkőzésen belül meg kell mondani.
és attól lehet eredményes is a csapat. Szerintem biztos, hogy az. És mondom, itt az a kérdés, hogy igenis, most vannak nálunk a fiatalok, persze, jó, hiányzik a Háfra Noémi, de biztos, hogy jó kezekben van ott a Fradin, de olyanokat is, ha lesznek, mindenféleképpen igenis fiatalok, és mindenféleképpen magyarok. Mondom, itt az egész pályafutásom, amikor voltam itt az MTK-n, nagyon kevesen voltak, de az tényleg olyan, hogy hiányposzt, és muszáj volt utolsó pillanatban, akkor voltak olyan lehetőségeink. Most véleményem szerint eléggé jó híró az az MTK, és egyre többen szívesen fogadják a kérésünket, és érkeznek hozzánk. Még egy szó az MTK-ról, mennyire van kész már a jövő évi keret? Ugye ezt így június közepén fura megkérdezni, de azt hiszem, hogy a koronavírus okozta helyzet eléggé speciálissá tette az egészet. Szóval várható-e még igazolás az MTK-nál? Nem, hát persze, meg a hiányposztokat meg fogunk erősíteni, az egyértelműen, de most ez még nem hivatalos, és akkor az egy kicsit meg tart magáért, és azért is, hogy ez a koronavírus az nagyon sokat befolyásolta abba a pillanatban még, de bízom benne, hogy kész csapatom van már. Ami a 20-21-es idény célkitűzéseit illeti, meddig nyújtózkodhat az MTK, hogyha mondjuk helyezésekben gondolkozunk, vagy mondjuk kik lehetnek a közvetlen riválisok, akik között a kitűzött helyezést szeretnétek megvívni, vagy azt a harcot a helyezésekért? Figyelj, mert amikor búcsúztunk a lányokat, mondtam, hogy találkozunk, és a következő év az ne legyen rosszabb. Az itt 7. helyen voltunk, amikor az a bajnokság lefújtak, és véleményem szerint, hogy ha tovább tart, akkor lehet, hogy egy helyen feljebb is tudtunk volna lenni. Az benne volt a pakliba, de ez most történelem, azzal nem kell foglalkozni. Nehéz bármit is mondani. Itt a vezetőségünk igenis már nem így, hogy kiesés ellen is ne legyen kiesés az célkitűzés, hanem igen, itt a középmezőny. És most nagyon nehéz megmondani, hogy ki milyen erőt fog képviselni. Most csak gyorsan átfutva az első három tudjuk, igen, az kimagasló, utána van egy Debrecen, aki folyamatosan a többi évben előre és előre jön, a Vác, aki az folyamatosan 6. helyen van, és az is érdekes, hogy most ők is megerősödnek, és nekik van az a rutin, ami szerintem hiányzik az MTK-nál, neki nagyon kevesen van olyan váratlan vereség, náluk még szokott lenni, nekünk ebből biztos, hogy meg kell tanulni, és a következő hely az szerintem már elérhető. És az, mondom, ahogy soroltak, ilyen hírek vannak, olyan hírek, nem lehet tudni még, véleményem szerint, hogy hogy fog hatni ezt a helyzet a többi csapatokra. Én bízom benne, hogy az MTK Budapest az stabilan anyagilag meg az egészben marad, és hát én jövőre nagyon akarnék olyan 6. lenni, de mondom, az akarni, meg megcsinálni, az két különböző dolog, de mindent megteszünk, a legjobbját próbálunk majd magukhoz kihozni, és utána többi meglátjuk. Mondom, nem csak rajtunk múlik, hanem az ellenfélek. Picit térjünk át a válogatottakra, mert hogy a felnőtt válogatottnál is, az utánpótlás válogatottnál is vannak hírek. Ha nem bánod, kezdjük a felnőttel, mert nem tudom, mennyit olvasol fórumot, hány cikket olvasol a hírekkel, kacsákkal, pletykákkal kapcsolatban, de hogyha valakinek a neve nagyon sokszor előkerült, amikor még nem tudtuk azt, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Elek Gábort és Danyi Gábort kéri fel, akkor az bizony Golovin Vladimiré volt. Ebben az időszakban, az átmeneti időszakban, amikor még teljesen nyílt volt, legalábbis a nagy plénum számára a kapitány kérdés, te ezeket a napokat, heteket hogyan élted meg? Mennyien kerestek meg ezzel kapcsolatban? Az MKS megkeresette ezzel kapcsolatban? Nem tudom, Elek Gáborral beszéltél ezzel kapcsolatban, aki jó barátod. Neked ezek a hetek hogyan teltek? Figyelj, már fórumokat nem nagyon olvasok, azért ott ez olyan, de híreket persze meg. Hát nagyon örültem annak, hogy igen, a nevem oda került. Ami
Az tényleg, az gondolom bármilyen edző nagyon örülne, ha abban a kalapban szerepelt volna. Az MKS részéről nem kaptam semmilyen féle kérés, vagy kérdés, hogy hogy meg hogyan. Ez bántotta az egódat? Tessék? Ez bántotta az egódat, hogy nem jött ilyen megkeresés? Nem. Figyelme, de ismered, az ennyire nem. Én nem vagyok a szent, de tudom, hogy zajlanak itt a dolgok. És amikor Kim Rasmussen lecseréltek, és akkor a Dani Gábor, meg Eli Gábor vállalt ezt a szerepet, biztos voltam benne, hogy az ugyanúgy is marad itt az olimpiáig. Azért ők vállaltak, és itt az MKS részéről szerintem tökéletes döntés született. Azért olyan szakemberek, és nagyon fontos az az olimpia és a lejtező, hogy most ide közben még bekerült egy Európa-bajnokság, az szerintem csak jó tesz. Bármennyire tudom, hogy láttam azt a versenynaptár, láttam, hogy nagyon sokat kell majd játékosnak játszani, nagyon kevés pihenőidő, de ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem vonatkozik más válogatottakra is, és biztos, hogy meg fognak oldani, a többi majd meglátjuk. Picit arra kérnélek, hogy tegyük már rendbe ezt a szövetségi kapitányi posztot, hogy ez tulajdonképpen mi is, mert annyit dobálózunk ezzel a kifejezéssel, itt a legjobb kézilabda edző kell, a legjobb pedagógus kell, a legjobb menedzser kell, aki a legjobban ismeri a játékosokat, ki a mindenkori szövetségi kapitánya, a tök mindegy melyik válogatottnak, tehát hogy milyen kvalitásokkal kell ahhoz rendelkezni, hogy valaki szövetségi kapitány legyen, és azért merem ezt ilyen könnyen megkérdezni tőled, mert hát ugyan a junioroknál, ifiknél, de azért mégiscsak ezt csinálod. Figyelj, minden, amit felsorolta, az olyannak kell lenni. Pedagógus, taktikus, minden, az mindenféleképpen. Itt nagyon sok műsort láttam, itt az edző tímről beszélnek, meg mindenről. Az is nagyon fontos, és abban a szempontból, amit most meglátjuk, akkor ott tényleg már nagyon a véleményem szerint jó edzői tím lesz ennek a magyar válogatottnak. De a többségben, amit az én véleményem, hogy itt ne felejtsünk el maga a tímről, ha edzői tím meg a tím nem ütközik, és nincsen közte olyan valami, akkor abban semmi nem fog sikerülni. És amit dolgoztam, igen, a lányokkal, és mindenféleképpen az volt a legfontosabb a véleményem szerint, hogy hiteles legyek, és a másik, hogy ne érezzenek, hogy én olyan, nem is tudom, különálló valami, nagyon, de ott nem. Az ugyanolyan ember vagyok, mint ők, és ugyanúgy tudnak ők is hibázni, meg én is, és azt adja azt a pluszt, ami a többségben nem tudom, nem csak itt, hanem Magyarországon, hanem mindenhol. Az a félelem a hibától, az megbenyítja. És az lesz a kérdés az egésznek, meg felnőtt válogatottnál is, hogy igen, hogy felszabadultnak kell lenni. Azért játékos alományot ismerjünk, tényleg már nagyon komoly játékos alományunk van. Edzőket ismerjünk, már bebizonyítottak, hogy igen, odavalók. Az sajnos, hát sajnos vagy nem sajnos, kevés edzés lesz, azt tudom, azért Gáborral beszéltem. Azért nekik nagyon be kell sörítani, meccseket kell játszani, de azt a Európa-bajnokság, meg előtte lévő felkészülés, azt adja nekik azt az ideje, hogy tökéletesen csiszoljanak, és tökéletesen összerakjanak ezt a csapatot, hogy olimpiai salejtező csúcsformában legyenek. Viszont a picit távolabbra tekintünk a válogatottal kapcsolatban. Oké, most jön ez a bő egyéves periódus az olimpiáig bezárólag. Ezt követően, hogyha egyébként ennél valószínűleg sokkal több edzések nem lesznek majd az ezt követő világversenyeket megelőzően sem, hosszú távú alternatíva is lehet egy olyan edzőpáros, amely egyébként két top csapatot irányít a szürke hétköznapokban? Figyelj, igen, én nagyon sokat láttam, és már nagyon az MKS-nek is ez volt, ugyanúgy, mint a Kim Rasmussen, hogy ő ott legyen, és sok azzal foglalkozom. Hát ezt nem tudom, én biztos ezt nem tartom szerencsésnek. És ha megnézünk az aktuális világbajnokot, meg ezüstérmes edzőket, igen, az egyik Metzen, másik meg Rostovba. És a Metz edzője meg Hollandiában van, és ha jól tudom, még neki az is volt probléma, a nyelvi nehézségek, nagyon gyorsan kellett tanulni angolul. Ugye majonádról van szó. Igen, hogy ő tudja kommunikálni, és világbajnok lett.
Ugyanúgy, jó, a Martin, az egy orosz válogatotta, ami helyileg, de ugyanúgy a dolgozott román válogatotta, ahol negyedik helyen zártak Európa-bajnokságot, anélkül sérülése miatt. És én szerintem az megoldható, és csak azért, amikor mondtam, hogy a junior válogatott az nehéz, azért a nyári felkészülés van, és nyári világverseny. Az év 12 hónapban az folyamatosan dolgozó, és az nagyon tapasztaltam, és az nagyon fárasztó. Itt a felnőtten egy kicsit más. Az, ott van azt a nyári 6-7, amikor már te tudsz az kikapcsolni, családdal foglalkozni. A többi időszak az akkor is kézilabda, ha ott vagy, vagy két helyen, vagy egy helyen, az így nálam az az én véleményem másnak. Biztos, hogy más, azért vannak elem dolgok, a francia válogatott, igen, milyen szinteken, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, minden, ott igen, az edző csak válogatott foglalkozik, ugyanúgy norvégok, de ne felejtsünk el, hogy lehet, hogy mi nem vagyunk norvégok, nem vagyunk a franciák, hanem magyarok. Őt ez biztos. Azt tudom, és az lehet, hogy nem mindig ugyanazt kell csinálni, ami mást, hanem meg saját útot meg kell megkeresni. Amikor te mondjuk egy MTK-val végigvitt szezont követően, tudom, akár közben is vannak összetartások az IFÉ és junior válogatottnál, nyáron találkozol a felkészülés elején, már mint a világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra való felkészülés elején a csapattal, akkor mennyire kell saját magadból más szakmai és emberi dolgokat elővenni, mint az azt megelőző 10 hónapban nap mint nap gyakorolsz az MTK-nál? Hát más. Más azért, hogy nagyon sűrű és nagyon rövid időn belül nagyon kell előadni. De mondom, itt vagy szerencsés vagyok, vagy tényleg ez a két csapat, ami kivel jó eredményeket elértünk, nagyon fogékonyak voltak. És szinte minden másodpercet hasznosan töltöttünk. És figyelj, jó, a fiatal az olyan, hogy megmutatom magam, akarom, az odafigyelek. A rutin az egy kicsit más, azért az a felnőtt csapatok, ott kevesebb kell foglalkozni, talán lelki világgal, azért a gyerek, ha valami nem sikerült, akkor biztatni kell, hogy igen is igen. Itt a felnőtt játékosok, ők a kézilabdáról mindent tudják. Az a pont azt, hogy őket így, hogy Győrből, Fradiba, Siafokról, Vácról, nem akarom megsírtani senki, érkeznek oda a játékosokat, és nekik rövid időn belül egy jó csapatot kell alakítani, az így, hogy egymás kezen fogva háború kell menni, és az idő, amit Gáboréknek szerintem kevés, de figyelj, nem csak nekik, másnak is. Még pár szót kérlek, beszéljünk az utánpótlás válogatottakról, mert igazából megszokhattuk már az edzőpárokat, a serdülő, az IFÉ és a junior válogatottaknál. Hogyan néz ki összességében ez a koncepció? Ugye korábban láttuk, hogy az IFÉ világbajnoki ezüstérmes csapatot Bohus Bea átadta neked, akikből ugye lettek a juniorok, aztán egy körforgás indul újra, a kis Szilárd is becsatlakozik. Ez most hogyan néz ki, és ezek a megállapodások, hogy ki mikor melyik csapatot viszi, ezek milyen hosszú távra szólnak? Tehát hány periódust visztek, hány csapatot visztek? Figyelj, már napvilágra kerültek ott a dolgok, így meg úgy meg így. Most igazából nem tudom erről nyilatkozni, hogy meg micsoda ez a szövetségnek a elképzelése, és az ennyire friss, hogy igazából még nincsen olyan, hogy most megmondanom, hogy az lesz, és kész. Nem, az meg jönnek majd a tárgyalások, beszélgetések, hogy megy tovább. Mondom, így meg az még nagyon friss. Még egy szó, még egy téma, még egy kérdés. Az MTK-val klubszinten jó helyen vagy, stabil helyen vagy, lehet építkezni. Ami a válogatottat illeti, akár az IFÉ-kkel, akár a juniorokkal, jó helyen vagy, más munka vár rád, jönnek a sikerek, viszont mind a kettő olyan állomás, ahonnan van följebb, lehet följebb, és téged ismerve feltételezem, hogy majd szeretnél is följebb lépni. Mikor? Ha rajtad múlik. Figyelj, már nyilatkoztam, igen, olimpiai bajnok akarok lenni. Megnéztünk itt az egész
szövetségi kapitány kérdésé, hogy nagyon sokan nyilatkoztak, hogy nagyon fiatal szakember vagyok. Már nem hiszem, hogy ennyire fiatal, Vedd azért. bóknak! Na, ja, köszönöm, jól nézem ki, oké, de nem az a lényeg. Igen, mindenféleképpen előre kell lépni. És lehet, hogy nemzetközi mezőny az az első, ami előre lépés. Lehet, hogy a BL. De ehhez az tényleg kell kapni egy olyan ajánlat, amit meg kell vállalni, hogy magas szinten, felnőtt szinten, nemzetközi mezőnybe magas mutassam magam, bármennyire mindenki valahogy engem odaírja, hogy utánpótlás edző. Ez téged Nem zavar? már. Hát az zavar. Azért az már évekig az NB1-es csapatokkal dolgozom, és így, hogy utánpótlás edzőként kerültem a Kiskunhallashoz, és így, hogy kieső után a hatodikak lettünk. Itt az nem kell oda besorolni, hogy utánpótlás. Azért itt a főállásom idézője az NB1-es csapat, az MTK Budapest, és ami mellette vállaltam, azt utánpótlást. Igen, de nem azért vállaltam, hogy ezeket a címeket szerzek, hanem azért vállaltam, hogy a utánpótlás gyerekeknek próbálják majd segíteni. Azért nekem az a tapasztalatom, hogy igenis, nagyon sokan tudunk a kézilabdáról junior korába, de mikor kerülünk a felnőtt csapatához, akkor az a felnőtt szintről semmit nem tudjuk. És az utánpótlás játékosok azt kell nekik átadni. Az lehet, hogy az oktatásban is kell valamit megváltoztatni, pont junior korába, nem így, hogy junior korába játszunk, és sikeres leszek csak azért, hogy csak azt csinálok. Nem, nem azt kell csinálni, hanem azt kell csinálni, ami már csinálja az NB1-es csapat, és amikor játékos gyerek megérkezik, akkor képbe van, hogy hova fusson, azért ne így tőjen. Megérkezik, és fél évet kell várni, hogy azt a ritmus vegyen fel, és utána, ha nem vette fel, akkor már jó, akkor már te nem vagy nem odavaló, akkor már mi is, és az NB1-es csapatoknál többségben nem nagyon van azt a fél év, egy év, és a gyerek is padon ülve, az biztos, hogy nem fejlődik. Vova, hogyha a BL, BL lenne a következő lépés, és kapnál is egy ajánlatot egy BL csapattól, de nem magyar BL csapattól, akkor készek lennétek arra, hogy összepakoljatok és menjetek? Már egyszer már volt erről téma otthon, és akkor végül is, de akkor még ketten voltunk. Jó, akkor a lényem már nem várandos volt ma. Az felmerült, beszéltünk, azt mondta, hogy ha így alakult, akkor igen. Nem alakult így, itt vagyunk, de jó az itt, MTK Budapest, oké. Okay. De előre akarsz lépni, és az edzőnek előre kell lépni, és vannak olyan feladatok, akkor igenis vállalni kell, menni kell. Mondom, és én szerencsés vagyok, azért a léna is kézilabdázó tudja, hogy mi ez a sport, és el tudja képzelni, hogy ő is nem egy helyen volt folyamatosan, hanem 3-4 év múlva arrébb ment. Szerintem igen, ahogy az, ha így alakulna. De ehhez, hogy kapja ezt a ajánlatot, mondom, az biztos, hogy jó ezeket a címek, amit sikerült junior válogatottakkal szerezni. Az biztos, hogy jó, hogy az MTK Budapest, aki itt Magyarországon minket látja, látja a csapatomat, és látja eredményeket, tudják, hogy igenis van bennem valami, de ehhez nem biztos, hogy Franciaországban mondjuk tudják, nem tudjuk. Oroszországban tudják, ezt tudom, ha Istennek, de lehet, hogy más országban is kell lenni, menni kell, igen. Biztos vagyok benne, ha érkezne olyan, akkor lehet, hogy igenis. Az elmúlt 2 évben egyetlen telefon nem jött, figyelj meg, hova legyen nálunk edző. Tök mindegy, hogy Magyarország vagy határon túl, BL csapat vagy nem nemzetközi kupa induló. Nem jöttek ilyen telefonok? Amiről azt mondtad, hogy hú, lehet, hogy menni kéne? Hát egy volt, nem voltak, de amúgy igen,
Volt, ami azt mondom, hogy persze, hogy az nem, de egy volt olyan, ami én igen, vártam, de végül is nem illettem a befutó. De figyelj, Titkos? Semmi nem történik csak úgy. Hát nem Ez akarok, titkos? Az, de Jó. Nem, az oroszok. Az, de figyelj, nem, semmi nem történik csak úgy véletlen. Biztos, hogy azért nem történt meg, hogy nekem meg vannak itt a feladatok, vagy jön majd valami feladat, amit kell majd megoldanom, várom, és állom elé. Ha jön, akkor majd gondolkozunk ezen. Hát jó, akkor ezekhez a feladatokhoz sok sikert és sok erőt, kitartást kívánok, és hát nem mellesleg meg az otthoni dolgokhoz is jó egészséget és sok boldogságot majd nektek. És köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, azért tényleg már régen találkoztunk. Bizony. Legalább, igen, látjuk egymást. Köszönöm szépen, Vova. Köszönöm. Sziasztok. Szia. Ez volt tehát Golovin Vladimirrel a Tiszta kezeket fel mai adása. A legközelebb csütörtökön 18 órakor jövök. Hogy a vendég ki lesz, az még egyelőre maradjon titok, mert én sem tudom, de hamarosan ki fog derülni. Vigyázzatok magatokra, itt ezt a teljes adást vissza tudjátok majd nézni az Instagramon. Sziasztok, köszi a figyelmet!